Akrobatikus rock'n'roll, súlyemelés és amerikai foci. Tele volt sportolóval a PVSK pálya pénteken. Fiatalok és idősebbek mindannyian azért jöttek, hogy elmondják és megmutassák, mit tett hozzá az életükhöz az adott sportág. Mint a többi csapatsportban is, ugye az a lényeg, hogy nem egyedül felelsz a tetteidért, hanem itt akár egy emberen is múlt az egész csapatnak a bajnoki győzelme vagy veresége, és szerintem ez nagyon jó, tehát nagyon arra nevelt, hogy csapatba dolgozzak, és én így csábítanák mindenkit. A rossz idő ellenére több száz gyerek vett részt a rendezvényen, mindent kipróbálhattak. Persze voltak olyanok is, akiknek már konkrét tervei is vannak, mint például Adrien, aki nagyon két éve szertornázik. Neked milyen célod egyébként? Hogy olimpikon legyen. Több tucat egyesület képviseltette magát a nagy sportágválasztó, és a legtöbb oktatási intézmény is meghívást kapott. Az önkormányzat segítségével az összes intézménnyel felvettük a kapcsolatot a rendezvény előtt. 400 látogatót tudhatunk be a mai nap folyamán eddig. Reméljük, hogy ez még növekedni fog, emelkedni. A célja a sportágválasztónak az, hogy minél több sportágat próbálhassanak ki a gyerekek és a gyakorlatban. Tehát nem elég az, hogy ugye halljanak róla a televízióban vagy más forrásból, hanem itt tényleg gyakorlatban kipróbálhatnak mindenféle sportágat, akik itt képviseltetik magukat. A szervezők szombat délelőtt is várják az érdeklődő fiatalokat.